Hát szomorúan konstatálom, hogy a nálam itt a szőlősbe Székelykeresztúron a szüret az nagyjából a tavaszi esőzéses időszakban megtörtént, úgyhogy az idén is várhatóan, hát itt a szőlősünkben a megmaradt szemekből pálinkát fogunk főzni, hisz az a mennyiség, amiből már bort lehetne készíteni, azt sajnos a viszontagságos időjárás és a rengeteg igényes azonnali beavatkozási munka nem tette lehetővé, de mindenféleképpen továbbra is kitartok amellett, hogy szervezett formában fogjunk össze mi itt a Jézus kiáltó, illetve teljes keresztúri hegyközség, szőlős hegyközség gazdái, tulajdonosai, és ez is indokolja, ez az idő, a klímaváltozás, hogy ma már a szőlőt megtermeszteni ebben a térségben, illetve hogy valaki írta a gépek nélkül, vagy nagy gépek nélkül, eléggé időigényes és fizikai munkaigényes, de hát az életben rengeteg dolog van, ami időigényes, a munkaigényes, pénzigényes, és hogyha mindent, ami kényelmetlen, nem olyan könnyű, eldobnánk a sarokba, bedobnánk a szemetes kukában, azt gondolom, hogy akkor az értékeink mind-mind kárba vesztének. Tehát nem adom fel, jövőben is folytatjuk, hát ha jövőben lesz több idő, több energia, még több a jó Istennek a átadott időjárás is kedvezőbb lesz, és tudunk minőségi szőlőt termeszteni. Hogyha itt kinézünk arra felé, akkor látható, hogy mennyi sok szőlős fel lett hagyva itt, amit be van fásodva, bokrosodva, mind valamikor szőlők voltak itt az egész térségben. És hát ezért is szeretnénk azt, hogy továbbra is azokat a gazdákat keressük, jó szándékú tulajdonosokat, illetve szakembereket, hogy összefogásban próbáljuk a Jézus kiáltó, illetve a Székely-Keresztúri hegyközség, mint borvidék, szőlőtermesztő vidék témakörét megtartani. A videómnak a lényege az, hogy bárki, aki szeretne ebben részt venni, kérem jelentkezzenek, gondolkozzunk, fogjunk össze, keressünk megoldásokat, és ennek a szép szakmának a szeretetét, ha lehet, az utánunk jövő fiatal generáció számára adjuk át, adjunk lehetőséget, hogy betekintsenek. Most nem arról van szó, hogy reggeltől estig sütőnapban fizikai munkát végezzenek, de ismerjék meg a fázisokat, és egyáltalán értsék, hogy egy borral, bor hogy keletkezik, hogy születik, hogy állítódik elő, és az előtt milyen munkátokra van szükség, úgyhogy folytatjuk, és nem adjuk fel, hogy Székely-Keresztúr térségében a hegyvidék, a hegyközség jelleg az megmaradjon. És persze gratulálok azoknak, hisz láttuk jó, hogy van sok olyan gazda, aki nagyon sok időt tudott ráfordítani itt lény a szülőjében, és van. Tehát van az ellenpélda a múltkori élő videóm, ahol láthatták, hogy milyen szép gereszt szülők vannak, és van ez a helyzet, és az azt mutatja, hogy meg lehet termelni a szőlőt, még nehéz körülmények között is. Ez pedig azt mutatja, hogy össze kell fogjunk, és mindenki, aki még fel is adta, azért adjunk egy esélyt arra, hogy szőlőt lehessen továbbra is termeszteni itt, Székely-Keresztúr térségében. Persze nem egy szőlőről beszélgetek. Kérem, osszák meg a videót!